MB2-vel. Jó, sok szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Boldog Tamást arra szeretném kérni, hogy akkor egy pár mondatban mondja el, amit ő gondol a mérkőzésről, és akkor utána a kollégám kérdésére válaszol. Pár szóval összefoglalva megérdemeltük. Nem rúgtuk meg, nem azt mondom, másodikat nem rúgtuk meg, amit az előbb is mondtam a tévében. Nem rúgtuk meg a harmadikat, nem rúgtuk meg a negyediket, és voltak lehetőségeink, elszólaltuk őket. Még csak nem is tudom azt mondani akkor, hogy nem akarták a játékosok, de nem volt meg bennük az a gyilkos ösztön, amivel igenis meg kellett volna ezt a második volt is rúgnunk. Sajnos így alakult, utána a gyilkot előre kapott, jöttek előre, és abban a kevés lehetőségből megérdemeltem. Sajnálom, mert így a kezünkre volt, de igen, az élet. Akkor a kollégákat arra kérdem, hogy vannak kérdések a fordítani. Nem lenni sport vagy egy örökség, szalás. Én is azt úgy látom, a meccs, uralták a meccsen, hogy célfutballt játszott a csapat. Én azt hittem, mert Verebes József után szabadon. Egy igazi célfutball, amire reményleg jött egy csattanó, egy legnál csattanó. Ilyenre fel lehet készülni egyáltalán ilyenre? Vagy a 92. percben gólt kapott. Igen, igen. Nem, mert hogy az ellenfél gólt kapott inkább erre. Egy kérdés, a másik az pedig még egy szakmai. Akkor másik kérdésem az, hogy számomra meglepő és pozitív értékelem a Novodi Somán Fátra vonását a középpályára, aki bejött a irányítóként is tud fogalmi, akiről csak azt mondtam, hogy egy vérvérbefejlő csatár. A szükség vitt rá, ez vagy egy taktikai, mennyi volt az a taktika része, és mennyi volt a szükség része? És akkor még egy a liftákot helyettesítő busaira sem lehet, vagy is panaszt. Nem, megoldott. Nem, semmi, csak az előtt mondtam, hogy a lehetőséget nem használtuk ki. Nem fogadtuk a régi ügyet. Köszönöm, hogy esetleg. Uraim, esetleg kérdés még Boldog Tamáshoz? Jó, akkor István van a kérdésem, hogy te is mondd el pár vendégületésnél azt fogalmaztam meg magam, hogy egyetlen pozitívumát látom a Gyilmort részén ennek az állapotnak, hogy egy 18 éves fiatal ember bekerült a pályára, aki majdnem volt is rúgott, aztán revidiálom magam, mert aztán volt még egy másik pozitívuma, az, hogy szinte a lehetetlenből egy csodálatos góllal visszahozta, hozott egy pontot a Gyilmort, jól látom ezt. Igen, mind a kettő pozitívum volt.
Tehát kiesés ellen bajnoki címért játszani, amikor van egy külső motiváció, az nem azt mondom, hogy egyszerű, de ahhoz vagyunk hozzászokva. Ehhez a szituációhoz nem lehet hozzászokni, tehát ez mindenképpen egy olyan helyzet, ami egyszerű kihívás a játékosoknak. Tehát könnyű és néha könnyebb lenne feladni. Én csak remélem, hogy ezt a hátrébb három meccsen épp tudjuk folytatni. Más kérdés a következő meccseknek, ilyen típusú tétje a mai eredmények tükrében nem nagy valószínűséggel nem lesz. Szalánszkinak gratulálok, jó szárver, tisztára úgy nézett ki, mint a Köszönöm. Esetlenek felteszed ezt, hogy milyen érzések voltak 4-92. percben nélkünk, akkor egy gyakorlatban átadunk választani. Összeszámoljuk, hányat kaptunk 4-92. percben. Jó, köszönöm szépen. Még egy dolog, hogy a Rákolyás után szünetelt a szukkal. Volt egy-két furcsa rígus után. Igen, volt egy-két furcsa rígus, ami egy esetben az ellenfél egyik játékosára is vonatkozott. És hát azért ment oda, mert korábban néhány héttel ezelőtt találkoztam szimpatikus fiatalemberek, és ezt meg kell tartani, tehát a szurkoló, főleg hogyha a csapat mellett akar lenni, akkor nagyon fontos, hogy a csapatot támogassa bármilyen helyzetben is. És úgy gondolták, hogy talán mivel az átlag életkor jelentős, még a zenyém alatt van, ezért hát, hogyha meg volt is idő, mert ugye ötten vannak a formáidőröket meg. Jó, hogy őben mentek a formáidőröket. Esetleg még kérdés? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.